Ideális esetben így március 15-e előtt 4 nappal arról beszélgetnénk mai vendégemmel, Gyolcsos Ferenccel, hogy hogyan készül a csapat a hagyományos március 15-e kupára, kik érkeznek, majd mekkora mezőny lesz, hiszen ez az a kupa, ez az a rendezvény, amelyet még a 2013-as nagy havazás sem tudott tulajdonképpen elmosni. Hát behavazni, elhavazni. Jó estét kívánok. Vendégem tehát Gyolcsos Ferenc, a Fehérvár Rögbi Klub ügyvezető alelnöke. Hát ez igaz. Gyakorlatilag a koronavírus az egyetlen most, sajnos, illetve ugye az ezzel párhuzamosan hozott járványügyi előírások, amelyek meggátolnak benneteket abban, hogy ugye legyen március 15-e kupa, hiszen valóban ugye 2013-ban, amikor megállt az ország a nagy havazás idején, ha a magatok módján is, de még akkor is meg tudtátok rendezni ezt, és tudtátok őrizni a hagyományt, idén ez nem így lesz. Hát sajnos ez tavaly sem sikerült. Megvásároltuk a kupákat, közel 200 ezer forint értékben érmeket, és ezek még mindig ott várnak kiosztásra. Az idén sem lesz március 15 kupa sajnos, tehát nem tudjuk az utánpótlás versenyzőinket versenyeztetni ezáltal. De jó hír az, hogy tudjuk a bajnokságban, NB1, NB2-ben szereplő csapatainkat mérkőztetni. Összességében egyébként nektek mekkora problémát, mekkora gondot okoz a koronavírusos helyzet? Nyilván azért alapvetően olyan tekintetben könnyű helyzetben vagytok, hogy egy szabadtéri sportágról beszélünk alapvetően, de mégis mekkora fejtörést okoz, akár most, vagy akár az egy évvel ezelőtti leállás okozott? Hát komoly fejtörést okozott. A legnagyobb probléma, hogy az iskolai csapatainkat nem tudjuk edzeni, továbbá nem tudunk az iskolákba toborozni. Tehát ez azt jelenti, hogy korosztályok fognak kiesni, immáron ez 2 éve, tehát a 2020-2021-ben a toborzások szó szerint kiestek. Tehát ez egy korosztályos ugrást fog eredményezni sajnos, de viszont a meglévő játékosaink, mi készülhettünk és készülünk is, akiknek rendesen hivatalos verseny igazolása van, tehát ők készülhetnek. Jelen pillanatban zárt kapus edzések folynak, tehát magyarul mind a Titeli, mind a Zombori úton tábla van kihelyezve, le van zárva, hogy oda nem léphet be senki. Szerencsére ezt jelen pillanatban mindenki betartja. Ez akkor ugye nyilván azt jelenti, hogy a hagyományos különböző szalagos rögbi sorozatok is ugye elmaradtak, illetve hát ami nagyon nagy sikerült Székesfehérváron, csak ugrunk egy nagyon picit vissza az időbe, ugye december elejére a tényleg nagyon népszerű Mikulás kupát sem tudtátok megrendezni. Hát sajnos a Mikulás kupát sem tudtuk megrendezni, a teremröbbi országos bajnokságot sem tudtuk megrendezni. Tavaly szerencsére 2020-ban sikerült befejezni, az időn nem is volt erre esély, hogy el tudjuk kezdeni, az iskolai zárások véget, tehát egyszerűen nem volt iskola, nem adhatott termet az iskola. Beszéljünk akkor a jó dolgokról, hogy álltok egyébként a különböző bajnokságokban, mert azért az ember, hogy próbálj nyomon követni, összességében azt gondolom, hogy eredményesség tekintetében, még itt ebben a helyzetben is, a klub azért próbál, illetve a sportolók, a csapatok próbálnak a klub múltjához, hírnevéhez, eredményeihez méltóan szerepelni. Kezdjük talán a hölgyekkel, hát mégis ők az elsőbség. A lányok, hölgyek hogyan szerepelnek? Jelen pillanatban a hölgyeink a bajnokság 3. helyén állnak, és a női bajnokság folytatódik. Március 28-án lesz az 5. forduló, és természetesen az utánpótlás csapatunk, az U14-es csapat is ugyanitt mérkőzik, ugyan egy időben egy helyen, és a fiaink hasonlóképpen az U14, U16-os, ott már vegyes csapatokkal versenyzünk, és ugyanott a 6 fordulós bajnokságban szereplünk, és természetesen a férfi felnőtt csapatunk, az Antal Benjamin és Madarász Viktor vezette férfi csapatunk, ők már lejátszották nagykörösen az első mérkőzésüket, és most szombaton 14 órai kezdettel a Medex, tehát csapatát fogadják, budapesti csapatot, és ez is egy zárt kapus lesz, tehát szigorúan csak a
oda szolgálatot ellátó, most nagyon sok biztonsági őrt kell beállítanunk, hogy semmilyen körülmények ne szegjük. Hát igen, a köfépályának ugye megvan ez a hátránya, hogy több oldalról nyitott, több oldalról megközelíthető. Igen, igen, hát most ezt nagyon alaposan ott nekünk emberekkel le kell fedni, hogy ne lehessen, ugyanúgy kitáblázzuk, és természetesen minden körülmények közt azt le tudjuk megfelelőképpen bonyolítani. Hát itt majd a belépés a vécékbe, oda is őrt kell állítanunk mindkét helyiséghez, hogy ott ne legyen tumultus, meg a klubházon is. Tehát ezt nagyon szigorúan meg kell vennünk. Ugye az, hogy fiúknál, férfiaknál népszerű a rögbi, az azt gondolom, hogy alapvetően adja magát, hiszen tényleg összességében egy férfias sportág, még akkor is, hogyha nyilván itt Magyarországon azért komoly toborzó munkát kell végezni ahhoz, hogy a rögbit válasszák a srácok fiatalkorban. De a lányok esetében ez talán hatványozottan igaz, és azt azért tudjuk, hogy azért például a Fehérvár Rögbi Klub női, felnőtt női csapatának is sokszor ugye oszlopos tagjai, még utánpótláskorú játékosok. És említetted az előbb, hogy a toborzás ugye sajnos elmaradt. Lányok tekintetében egyébként hogy álltak ilyen téren, hiszen őket azért nyilván, ahogy mondtam, talán nehezebb megszólítani a rögbi irányába. Fennáll-e esetleg az a veszély, hogy megfogyatkozik a csapat, vagy nem tudtok kellő utánpótlást biztosítani a lányoknál? Igen, sajnos jól látod, és mi is látjuk ezt a problémát, de vannak tehetséges és nagyon szorgalmas játékosaink. Hát az egyik nagy probléma természetesen ilyenkor, hogy sok játékost el sem engednek a szülők, félve attól, hogy ne talán valamilyen, hogy is mondjam, hát, meglepít. Kontaktsportág, hazavisznek, igen, és ettől való félelmény, nem egy több játékosunk, úgy kisebb korosztályoknál, fiúknál, lányoknál, van ilyen, hogy azért van megcsapanva. Jelen pillanatban sajnos 21 fővel edzőtáborozunk csak, mert a többiek otthon vannak, és gondolom szülők nem merik azt megkockáztatni, hogy idős nagyszülő egy családban teljesen érthető módon nehogy a gyermek ezáltal valamilyen vírust hazavigyen. És akkor már ugrottál is a következő témánkra, hogy edzőtáboroztok most. Ugye ez azt jelenti, hogy a köfénpályán vagytok, hiszen nyilván az utazás sem egyszerű ebben a helyzetben. Milyen munkát tudtok elvégezni, milyen munkát kell most elvégezni? Tehát vírustól függetlenül teljesen értékű munkát tudunk végezni. Ezeknek az edzőtáboroknak az a lényege, hogy délelőtt, délután szabályismeret, taktikai ismeretek, papíron, flipcharton, és természetesen kint a pályán fizikai felkészülés és ezeknek az elemeknek a gyakorlása. Tehát ebből a szempontból teljes értékű munkát tudunk végezni. Ez összességében jó hír. Ugye 14 órakor majd szombaton játszanak az MB2-es srácok. Ugye egy rövid mondat erejéig már kitértél erre a szombati mérkőzésre. Milyen esélyekkel lépnek pályára? Hát én bízom benne, hogy hazai pályán itt nyerni kell, tehát itt nem lehet más, de természetesen az attól számít, hogy minden egyes mérkőzést ott a pályán is el lehet veszteni, és el lehet előtte két hónappal is veszteni. Tehát kérdés, hogy az ellenfél hogyan készült fel. Itt ez most már sajnos a vírus alatt nem tudtunk felkészülési mérkőzést játszani, és lement egy meccs, hát az nem volt valami szép. De most meglátjuk ez a következőt, itt most tudnak szépíteni a fiúk. És ugye mondjuk annak ellenére, hogy nem több ezres tömeg előtt játszanak a csapatok a Magyar Rögbi Bajnokságban, de azért akár a köfénpályára kilátogatva én többször is tapasztaltam azt, hogy azért a szülők, barátok, barátnők, hozzátartozók azért szép számmal kilátogatnak, és hát síppal, dobbal, nádi hegedűvel tulajdonképpen idézőjelben mondva, azért összességében remek hangulatot tudnak teremteni, és hát el is kérné, ha a biztatás, főleg egy ilyen kontaktsportágban. Mennyire hiányzik ez a játékosoknak, hogy gyakorlatilag tényleg kis túlzással néma csöndben kell nekik is játszani? Ez ugye visszatérő téma más sportágak esetében is. Hát sajnos ez a rögbiben is komoly gond, és Nagykőrösnek egy óriási előnye volt a legutolsó győztes meccs ellen Fehérváron, ugyanis egy járdák vannak körbe, és rálátható a pályára.
és ott szurkoltak a járdáról a nagykőrösi szurkolók nagyon nagy létszámmal, és ez nagyon nagy erőt ad. Hát nekünk ilyen nem lehet, nekünk zárt kerítés, zárt kapu, tehát itt nem engedünk be sajnos. Viszont szülőket. A te hangod, vagy az edzők hangja, az könnyebben eljut a játékosokhoz. Hát az én hangom eljut, itt elsősorban az Antal Benjamin, meg a Madarász Viktor, többszörös, nem is tudom hányszoros magyar válogatott 100 fölött, az jussék el a fiúk fülébe, és azt tegyék, amit kell. Bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog szombaton. És akkor ugorjunk egy picit, még egy nagyon kicsit a lányokra, mielőtt áttérünk a súlyemelésre, mint másik szakosztályotokra. A lányok egyébként, hogy említetted, harmadik helyen állnak a bajnokságban. Mennyire veszett fejszennyele mondjuk egy bajnoki cím? Az jelentősen. Tehát az én lányaim zömébe fiatalok, és tehát arra, hogy az első helyet megszerezzük, nincs esély. De itt minden attól függ, sajnos edzőmeccset nem tudunk játszani. Múltkor menni akartunk Esztergomba edzőmeccsre, és sajnos ezt nem tudtuk megvalósítani. Minden rendben áll, busz meg volt rendelve, megyünk, de beütött az az úgynevezett zárás, és nem tudtunk elmenni. Tehát edzőmeccs nélkül fogunk fölmenni az első mérkőzésünkre. Természetesen vannak mérkőzéseink, már úgy, hogy a fiúk ellen, de hát azért egy hölgynek a fiú ellen nem ugyanaz, de a gyakorlást, hál' Istennek olyan fiaink vannak, akik kellően tolerálják, hogy hölgy van szembe, és hagyják, hogy a hölgyek gyakoroljanak, és természetesen ezt a hölgyeknek is vissza kell adni, amikor a 15-16 éves fiúk gyakorolnak, hogy ők is meg tudják a taktikai, stratégiai terveket valósítani a pályán. Ebből a szempontból nekünk nagy előnyünk van. Akkor mondhatjuk, hogy a lányoknál tulajdonképpen a jövő csapata épül, tehát nagyon fiatalok, még idén nem cél a bajnoki cím, de akkor 1-2-3-4 éven belül odaérhetnek. Hát ezért dolgozunk. Ezért dolgozunk, és nagyon biztató, nagyon tehetséges lányaink vannak. Tavaly előtt kettő volt az év legjobb játékosa, az idén egy játékos volt a legjobb, tehát ők mindig ott vannak a toppon, de annak a csapatnak azért még össze kell érni a... El kell jutni egy 20 éves kor az, ami már úgy kellőképpen, hogy is mondjam, a topra lehet hozni a hölgyeket. Akkor ugorjunk a súlyemelésre. Itt adás előtt említetted, hogy egész különleges körülmények között tudtok rendezni, vagy március 26-án egy súlyemelő versenyt. Hogy kell ezt majd elképzelni? Hát ennek lesz egy kis logisztikája, ugyanis abban a picike kis súlyemelő teremben, ahol most edzünk, ott lesz a bemelegítés, és a klubházba egy, hát mondhatnám úgy, egy kicsit csökkentett dobogó, tehát nem szabvány dobogó, mert a nagy nem fér el a klubházba, ez a nagy bajunk nekünk, de muszáj versenyt rendezni, leegyeztettük a súlyemelő szövetséggel, és ők azt javasolták, hogy igen, a 9 országos bajnoki címet szereztek a utánpótlás versenyzőink, tehát ezeknek kvalifikálni kell magukat a soron következő tini OB és erdülő OB, tehát a junior OB-ra, mert különben nem nevezhet. És most azt a tanácsot kaptuk, hogy igen, akkor egy házi versenyt rendezünk, és ezt itt a Röbbi klubban rendezzük meg, és akkor szépen kirakjuk a szőnyegeket, és onnan átgyalogolnak a versenyzők, és ott fog versenyezni mindenki. Ennek a feltétele, hogy 10 versenyző legyen, tehát akkor lehet versenyt rendezni. Tehát 10 versenyző összesen, ez természetesen a saját klubon belül megvan, és minden további nélkül megrendezzük. És akkor jelen pillanatban ez azt jelenti, hogy valamennyi klub akkor tulajdonképpen ilyen házi versenyeket tud rendezni, és akkor ez alapján alakul ki egyfajta ranglista, egyfajta kvalifikáció. Igen, ugyanis Tatabánya, Oroszlány és a környező helyeken ott többségében iskolába rendezik, és van, ahol teljes zárás van, olyan egyesület is van. Szerencsére nekünk ez nem áll fent, és mi meg tudjuk rendezni, vagy nagyon messzire kellene utazni, Pécsre, Zalaegerszegre, Szolnok, tehát nagyon-nagyon messzire tudnánk menni akkor, hogyha versenyre akarnánk menni. Mennyire vagy optimista egyébként abban, azzal kapcsolatban, akár rögbiről legyen szó, akár súlyemelésről, hogy mondjuk itt a május vagy a nyár folyamán rendes mérkőzéseket tudtok játszani, megfelelő körülmények között, megfelelő versenyeken részt venni? Hát én nagyon optimista vagyok, tehát én, meg egy kicsit realista is,
én hiszek a szakembereknek, én így látom, hogy az a június körül, hogyha megvan a teljes átoltottság, vagy nagy részben megvan, akkor minden további nélkül mehet az egész. Hát itt a nagy gond a nemzetközi versenyekkel lesz, mert hát azért többen is szeretnénk EB-n, VB-n részt venni, súlyemelésben, nem beszélve a röbbiseinknől, sok válogatott játékosunk van, azoknak úgy szintén szerepelni kell majd, tehát a női válogatottba, az utánpótlás, U18-ba kvalifikálódunk, és hát bízunk benne, hogy Budapesten lesz ez a U18-as EB, vagy lesz egy női EB is Budapesten a Rugby Centerben, amit nem régen hozott létre a Magyar Rugby Szövetség. És akkor tulajdonképpen most gyakorlatilag az a kérdés, hogy a többi országból akkor majd tudnak eljönni. Egyébként mikorra tervezik ezt a két kontinens tornát? Terveznek már június végére is, de tavaly is volt tervezett, de sajnos nem valósult meg. De hogyha nem tervezünk, akkor nem lesz semmi. Tehát muszáj tervezni. Tehát meg kell lenni a fix helynek, fix időpontnak, úgy a súlyemelőknél, úgy a röbbiseknél, és valóban muszáj készülni. Én azt hiszem, hogy a magyar sportolók, tehát a felkészülése, én nem is tudom, talán szakemberek kormánynak köszönhetően nem ért csorbát a felkészülés. De viszont nemzetközi mérkőzések nélkül nagyon nehéz lesz az előbbre lépés. Tehát ez kell. Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és azt kívánom, hogy ez a mostani legyen az utolsó március 15-e kupa, amelyet nem tudtok megrendezni, azt pedig ígérhetem, hogy a következő március 15-e kupáról egy jó kövér beszámolót tartunk majd. Hát én is ebbe bízom, köszönöm szépen. Gyolcsos Ferenc volt itt a stúdióban ma a Bajnokok Városának a vendége, még nincs vége a műsornak, hiszen ugye a hokisok, hát ők is gyakorlatilag október óta ugye zárt kapuk mögött tudnak játszani. Az alapszakasz egészen kiválóan sikerült a Hidrofehérvár AV19 számára. A közép szakasz már kevésbé, viszont jön pénteken, indul ugye a bajnokság lényegi része. Első körben ugye a Vienna Capitals elleni negyed döntő idegenben kezd a csapat. Németh Krisztián kollégám készített erről, tehát a rájátszás ról, illetve a középszakasz értékeléséről egy hosszabb összeállítást. Én ezzel a bejátszással köszönöm meg már a megtisztelő figyelmüket. Bajnokok Városával jelentkezünk majd egy hét múlva is itt a Fehérvár Televízióban, illetve kedden majd új beszélgetős magazin műsorunkkal a Kezdőkörrel is várjuk a Fehérvár Televízió sportbarátait. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Hogyan értékelnéd a középszakaszt? Kezdjük talán ezzel, az utolsó mérkőzés sem sikerült Klagenfurtban, sőt gyakorlatilag kedvezőtlenül alakult a Bécs mérkőzése, úgyhogy ebből a szempontból mindegy, hogy mi történt a jégen, de azért mégsem. Egy picit talán, minthogyha eltűnt volna az a különbség, ami az élcsapatok és a Fehérvár között észrevehető és feltűnő volt az alapszakaszban. Te hogy látod? Hát volt időnk át tekinteni egy picit a helyzetet, azért látszott, amikor belekezdtünk a középszakasz küzdelmeibe, hogy pont ezek ellen, a csapatok ellen azért nem volt olyan túlságosan fényes a mérlegünk, tehát ott is egy ilyen statisztikai összevetés, hogy mi inkább a tabella alján lévő csapatok ellen szerepeltünk jól, míg ezek az élcsapatok ellen nem annyira jól. Ez sajnos most látszott egy picit, talán meg is nyugodott a társaság azzal, hogy viszonylag korán sikerült a playoff helyet biztosítani, de meg kell találnunk majd megint azt a fókuszt, ami ahhoz szükséges, hogy lehetőleg minél több mérkőzést tudjunk itt a playoffba játszani. Itt nem volt könnyű ellenfél, tehát csupa nagyfiúk ellen játszottunk, ahol kijött az, hogy ők nekik azért ebben a stádiumban sokkal, de sokkal több tapasztalatuk van ebben a fajta játékban, sokkal járatosabbak, mint mi. Van még mit tanulnunk. Hogy érzed, milyen szájízzel zártátok a középszakaszt Klagenfurtban? Nem olyan, amivel szerettük volna, egyértelmű. Több győzelmet szerettünk volna elérni, de azért azt tudnunk kell, hogy ebbe az elitbe, amiben most itt játszottunk, azért ez nem egy megszokott hely nekünk, ahol most itt bizonyítani kellett. Van sok dolog, amiben tudunk javulni, de biztos, hogy egy nagyon jó felkészítő erőpróba volt most a playoffra. Miben kell javulni? Hát mindenképp a védekezésünkben az ki kell emelni, hogy azért nem kevés gólt kaptunk.
egyértelmű, hogy a lőtt gólok számával sem lehetünk teljesen elégedettek, de az egyenlő párharcok is ott a kapunk előtti területnek a védése, hogy az ellenfél játékosai ne tudjanak oda könnyen kerülni a kapusunkhoz, és a kipattanót ne ők érjék el előbb, ezek mind olyan dolgok, ami nem taktikai fegyelmet igényel, hanem egy kicsit sokkal inkább mentális, és mindenkinek az apró dolgokban kell megtalálni a módját, hogy megjavuljunk. Mennyire volt tüzes a társaság Klagenfurtban, mennyire érezted őket motiváltnak? Motiváltak voltunk, úgy mentünk oda egyértelműen, hogy mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk, de azért az ellenfél azért egy kiváló csapat, és tényleg komoly rutinnal rendelkezik, nagyon jól tudják, hogy kell játszani, és sokkal jobban értékesítették a helyzeteiket, mint mi. Nekünk is voltak helyzetek bőven, akár egy az egyével néztünk szembe a kapusukkal, de nem tudtuk befejezni az akcióinkat, és hát az egy lőtt gól, vagy kettő lőtt gól, az nem elég, hogy egy ilyen csapatot megverjünk. Nyilván, amikor amikor egy csapat győzelmi szériában van, akkor megvan az önbizalom, és valahogy minden szerencsésen alakult. Hogy érzed, mennyire tört meg valami a középszakaszban? Beszéltünk ilyesmiről? Hát, ahogy említettem az előbb, a fókusz nem feltétlenül 100%-osan volt már ott, és egy picit talán kényelmesebbek is voltunk, mint szoktunk. Azért az alapszakaszban az látszik, hogy túl sok nehézség elnéztünk szemben. Sokszor úgy is tudtunk mérkőzéseket nyerni, hogy nem játszottunk igazán jól. Ez most itt a középszakaszban abszolút nem így működött. Sok mindent kell majd helyre rakni, azért egyéni teljesítmények se voltak olyan megbízhatóak vagy kimagaslóak, mint az alapszakaszban, de ez már egy teljesen másfajta hoki, mint az alapszakasz 40 mérkőzés alatt. A Bécs, rajtuk kellene túllépni. Mire számítasz? Mit vársz? Hát egy nagyon nehéz küzdelemre számítok. Ugye itt a top 5 csapatból ugye a 4 lehetséges ellenfél közül talán aki megnyert az alapszakaszt és a középszakasz is, a Bolzano volt a legjobb mérlegünk. Minden csapat nagyon, nagyon nehéz lett volna. Bécs talán abból a szempontból jó, hogy nem kell sokat utaznia úgy egyik csapatnak sem. Ez egy nagy pozitívum. És talán mondhatom azt, hogy a kapusposzton talán ők a másik három csapattól eltérően nem annyira erősek, de hát egy remek csapatról van szó, nagyon jó edzővel, remek startokkal, ugye mi is tapasztaltuk egy jó párszor, és nagyon jó támadó potenciállal. Mondhatom azt, hogy két hasonló csapat fog összecsapni itt rögtön az első körben, és hát nagyon remélem, hogy valahol ott fogjuk tudni folytatni majd, ahol a középszakaszban pont ellenük befejeztük. Igen, pont erre akartam kitérni, hogy mennyire lehet kiindulni abból a 6-1-ből. Semennyire, de talán csak annyiból, hogy látszik azt, hogy meg tudjuk őket verni. Persze akkor nekünk nagyon jó napunk volt, nekik meg kevésbé. Ez mondjuk elmondható a 3-11-re is. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a két csapatnak a játékában mind a két eredmény benne van, amit itt a középszakaszban láttunk, de biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komoly csapat ellen fogunk kikorcsolyázni, rajtunk fog múlni az, hogy itt milyen hosszú és milyen végkimenetel lesz majd ennek a párharcnak. Technikailag vagy bármilyen értelemben van-e lehetőség a új játékosok érkezésére, kelet változtatására, mit lehet tudni ezzel kapcsolatban? Nincsen, tehát lejárt az átigazolási határidő, tehát mindenkinek idézőjelben abból kell főzni, ami van. Van még egy pár napunk, én nagyon remélem, hogy szinte mindenkit majd a égre tudunk küldeni, és hát lássuk, hogy mire leszünk majd képesek a playoffban. Még egyszer, tehát mondtam, hogy ez a középszakasz már más hoki. A playoff aztán meg tényleg más hoki, mint amit eddig játszottunk, és hát az is igaz, hogy ebben nekünk nincs olyan túl sok tapasztalatunk. Én remélem, hogy ezt majd fogjuk tudni kompenzálni lelkesedéssel és jó játékkal. Ilyen Bécs elleni negyeddöntőre számítasz, mi dönthet ebben a párharcban? Ugye a bécsiek nagyon felszívták magukat Bécsben ellenünk, meg egyébként is azért elég parázs derbik. Ez mennyire lehet döntő, mondjuk az, hogy ki az, aki meg tudja őrizni a hidegvérét? Azt reméljük, hogy a hidegvérüket
ők fogják majd előbb elveszíteni, ez az ő stílusuk is, de tapasztaltak ezen a téren, hogy kell itt a playoffba játszani, hogy kell kellemetlenkedni, és hogy kell valakit mentálisan kizökkenteni a koncentrációból. Úgy gondolom, hogy ezeket nekünk majd szépen le kell nyelni, és el kell fogadni, és ahogy eddig is próbáltuk az egész szezonban a saját játékunkra koncentrálni, okosan kell bánnunk nagyon a koronggal. Tényleg, amikor támadni akarunk, akkor menjünk le mélyen azzal a koronggal, és úgy kezdjük el a forgatásunkat, ami az erősségünk volt az egész alapszakasz során. És amikor védekezni kell, akkor pedig önfeláldozóan tényleg az ellenfelet a pálya tengelyéről kifele szorítva, nem a kapunk elébe érkezve lövések blokkolásával, az ilyen apró dolgokkal élesnek kell maradni, az biztos.